köszöntöm Önöket, a sajtó megjelent képviselőit is. A sajtó nyilvánossága előtt jelentette be Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Cunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, és Spányi Antal székesfehérvári püspök a kegyhely múltjához és jelenéhez méltó felújítási és átalakítási munkálatokat. Az eseményen részt vett Igó István polgármester, Visnyei László plébános és Hartégen Márton világi elnök. Meg is kérem államtitkár urat, hogy hozza meg velünk azt az örömhírt, amit a vértessomboljak a mai napon kaphatnak, illetve kapnak. Soltész Miklós elmondta, a csodálatos kegyhely most megújulhat, mert a magyar kormány a gazdaság élénkítése és fejlesztése érdekében 1,1 milliárd forintot ítélt meg a kegyhely és környezete infrastruktúrájának megteremtésére. Vértessomló az egyházmegyének egy olyan zarándok helye, ahol azok a házaspárok, fiatalok imádkoznak, akiknek valamilyen oknál fogva nehézséget jelent gyermeknek a megszületése, megfoganása, és azt is tudjuk, hogy ez egyre nagyobb számban van sajnos jelen a világban, akkor ez egy jelentős hely. És éppen ezért nem mindegy az, hogy egy ilyen zarándokhely az milyen körülmények között, milyen állapotban fogadja a zarándokokat, fiatalokat is, és ezért is döntött úgy a kormány közösen püspök atyával, tehát a Székesfehérvári Egyházmegyével, hogy megújítjuk nem csak a kegytemplomot, hanem annak környezetét, sőt, amennyire még belefér a támogatásba, illetve a kivitelezésbe, a somlói katolikus közösségnek minden olyan területét, legyen az plébánia, ami fontos az itt élőknek is. Spányi Antal püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy teljes egészében elkészült a Székesfehérvári Egyházmegye kiemelt projektje, a Magyar Szent Család zarándokút, amelynek Székesfehérvár és Bodajk után fontos állomása a Vértessomló. A kegyhelyek fontos, hogy üzenetet hordozanak a társadalom felé, hogy hirdessék azt a csoportot, amelyet ott különösen hívunk, hogy őrájuk figyelünk, az egyház is törődik velük, és nyilván a kegyhelyek megújulásában azt látjuk, hogy az éppen aktuális kormányzat, a politikai erő odaáll-e a mellé, a törekvés mellé, amelyet az egyház magáévá tesz, vagy pedig nem törődik vele. Amikor itt vagyunk Vértessomlón, én azt látom, hogy egy nagyon kis csírából épült föl az, ahova eljutottunk, hogy itt most tényleg valóban ezrek jönnek egy búcsúra, és azt látom, hogy erre fölfigyelt a kormányzat is, ezt megértették az itteni emberek is, hogy ez jelentős az egész Vértesben élő közösségnek, és így kap ez a templom, ez a búcsújáróhely, ez a kegyhely egy nagy segítséget, támogatást, 1,1 milliárd forintot, elosztva két esztendőre. Cunyiné Bertalan Judit arról beszélt, bár Magyarország hányattatott történelmi múltat tudhat magának, ennek ellenére itt vagyunk Európa közepén, szilárdan, büszkén vállalva kereszténységünket. Ezt látjuk a vértessomlóiak életében is, hisz nemzeti identitásuk, magyarságukkal és katolikusságukkal együtt ad erőt ahhoz, hogy megteremtsék maguknak a jelent és a jövőt. Jól látható, hogy egy templom felújítással, egy zarándokhely megújulásával, egy egyházi közösség támogatásával üzenjük azt, hogy ez az a hit, ez az a hagyomány, fogalmazzunk a világi nyelven is, hogy ez az az összetartó erő, ami megtartani volt képes nem csak a nemzetet, hanem Európát is évszázadokon, évezreden át, és fontos ez a jövőre nézve is. Úgyhogy mi azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy vállaljuk, hogy a keresztény múltunkat, a keresztény identitásunkat és a keresztény jövőt is választjuk és vállaljuk azzal, hogy mi nem templomokat rombolunk, nem ürítünk, nem átadjuk más közösségeknek, hanem egyértelműen a keresztény közösségeket, legyen ez egy katolikus egyházközség, egy protestáns gyülekezet, támogatjuk annak érdekében, hogy azt a közösségépítő, azt az egyházépítő munkát tudja végezni, ami eddig megtartónak bizonyult. A kegytemplom magas szintű megújulása és restaurációja szintén a projekt fontos részét képezi.
A kápolnában található ugyanis egy 1730-as években készült barokk freskó, melynek feltárását és rendbetételét folytatják. Emellett a templom állagának megóvásához szükséges munkálatokat is végeznek. A fejlesztéseket az is indokolja, hogy fontos zarándok utak is keresztezik a települést, de nagy esemény a nyári búcsú, Sallós Boldogasszony ünnepe, valamint az őszi Szent Márton ünnep is. Ilyenkor több ezren zarándokolnak a faluba és imádkoznak egyszerre, így sok embert szolgálhatnak ki majd a fejlesztések.